Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, október elején a Jászság fővárosában, Jászberényben új hadcsoportos 8 férőhelyes önkormányzati bölcsőre került átadásra. A jászlodányi óvodában és bölcsődében szeptemberre 150 óvodai és 14 bölcsődei férőhelyet korszerűsítettek, valamint további 14 bölcsődei férőhelyet létesítettek. Ez utóbbi kettő új bölcsődei munkahelyet is eredményezett. Említést érdemel Jász Felső Szent György fejlesztése is, ugyanis az önkormányzat eredményesen pályázott új bölcsődei férőhelyek kialakítására. A községben 7 csoportos bölcsődét alakítanak ki új épület bővítésével. Ahogy az ország szerte tapasztalható, a kormány családtámogatási programja, ami beletartozik a bölcsődei férőhelyek bővítése is, működik. Országszerten egyre többen veszik igénybe valamelyik támogatást. Mindannyiunk közös érdeke, hogy gyermekeink megfelelő bölcsődei környezetben nevelkedhessenek. Ezért kérdezem tisztelettel az államtitkár urat, várhatók-e további bölcsődei fejlesztések a Jászságban? Várom meg tisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Rét Mári államtitkár úr válaszol, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Azt hiszem, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében is sok család örülhet annak, hogy polgári kormánya van Magyarországnak, hiszen így nem a megszorításokról szól a magyar családpolitika, hanem újabb és újabb lehetőség biztosításáról. Így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is 446 teljesen új bölcsődei férőhely jön létre, 736 férőhelyet pedig korszerűsítünk, és ez 25 települést érint összességében. Ebből a 25 településből 10 olyan, ahol korábban nem volt a településen elérhető bölcsöde, így Jászfényszaru, Kunmadaras, Rákóczi-Újfalu, Besenyszög, Tiszakürt, Jászszentandrás, Tiszavárkony, Tiszafelső-Szentgyörgy, Jászjákóhalma és Jászterek. Itt tehát azok a családok, ahol gyermeket vállalnak, vagy gyermekvállalásról gondolkoznak a szülők, és fontos szempont, hogy az édesanya, vagy ott esetben az édesapa minél hamarabb vissza szeretne menni dolgozni, és a gyermeket is szeretnék vállalni és dolgozni szeretnének mellette, de ehhez igénybe vennék azt a lehetőséget, amit a kormány is biztosít, hogy a gyermek fél éves korától már vissza lehessen menni dolgozni, és mindemellett pedig a gyermek utánjáró támogatást is igénybe lehessen menni. Nos, az ő esetükben itt most újabb és újabb bölcsődei férőhelyek fognak létrejönni. 2010 óta is sok férőhely jött létre már Magyarországon, akkor 26-27 ezer környékén volt a bölcsődei férőhelyek száma, most pedig már jóval 50 ezer fölött vagyunk, tehát azt is mondhatjuk, hogy közel megdupláztuk a kormányzásunk első 9 esztendejében a bölcsődei férőhelyek számát, de ezt szeretnénk 2022. június 30-áig 70 ezerre emelni, így lényegében minden bölcsődei igényt kielégíteni Magyarországon. Mindemellett az idei, mostani őszi ülésszakon fogunk dönteni a nagyszülői gyet bevezetéséről, amely szintén szélesíti a napközben gyermekfölgyeti lehetőségeket, hogy akinek még aktív korú szülője van, és nagyszülőként vigyázna az unokára, az ő esetében is megnyitjuk ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen!